Tisztelettel köszöntöm a kézilabda barátokat. Nagyon vártuk ezt a hétvégét, hiszen két biztos győzelmet reméltünk, hiszen az ifistáink jóval nagyobb játékerőt képviselnek a bajaiaknál, akik elég nagy testű és képzetlen játékosok, erőből kézilabdáztak. Egy darabig jól tartották magukat, 14-10 volt a félidő, majd 34-24 arányban, tehát 10 góllal sikerült nyernünk. Bezsenyi Ákos volt a legjobb góllövő 7 góllal, Barta Bendegúz, Barnaimi 6-6, Fábián Ákos 5, illetve Tatai Denis 4-szer talált az ellenfél kapujába, de voltak még egy gólosok többen is, úgyhogy menetelnek a fiúk. Abszolút megvan az esélyünk még arra, hogy azt a bronzérmet megszerezzük, amit annyira nagyon szeretnénk. Az első két hely elkelt, hiszen ebbe a csoportba betették a nagykanizsai ifit, ami teljesen jogtalan, szabályellenes, hiszen egy NB1-s felnőtt csapatnak nem lehetne harmadosztályú ifi csapata. Több dologban is készülünk reklamálni, levelet írni, kifogást tenni a szövetség versenybizottságának. Ez a két első hely a nagykanizsai, illetve a komlói 23-as csapatnak már szinte elkelt. Mi a Kalocsával, a Siklóssal, a Mecseknádasdal viaskodunk, hogy odaérjünk arra a harmadik helyre, ami az összes többi csapatnak majd célként lebeg a szem előtt. Átérve a felnőtt mérkőzésre, olyan lehetőségünk volt, hogy több fordulóval a bajnokság vége előtt szinte bebiztosíthassuk magunknak a biztos 8. helyet, tehát az abszolút atombiztos bennmaradást az MB2-ben. Azt gondolom, hogy a teher agyonnyomott bennünket, pedig nagyon jó csapattal álltunk fel, felépült Harangozó Gergő, itthon volt Szentgyörgyi Józsi, Vaspeti is, Dózsa Tomi is, Szabó Máté is, mindenki a rendelkezésre állt. Azt azért hadd mondjam el, hogy a bajaiak kezdőcsapatában 5 szerb és egy tunéziai játékos volt a pályán. Ez a másik kifogásolni valónk, amit majd a versenybizottságnak, szakmai igazgató úrnak, Zsiga Gyulának fogunk címezni, hogy miféle dolog az, hogy az állam utánpótlás nevelésre adja a támogatást, és termeli minden kisegyesület, például mi is 10-esével, de most már a 100-as számot ostromoljuk utánpótlás játékos számban. A héten is igazoltunk új játékosokat alulról a mini csapatainkba, és azt pedig fölülről nem szabályozza senki, hogy egy MB2-es, tulajdonképpen amatőr ligában egyáltalán hány külföldi játékos szerepelhet. Ne hozzunk MB2-be profi játékosokat, akik kizárólag a pénzért és semmiféle a városuk iránti elkötelezettség, a lokálpatriotizmus miatt játszanak. A mi srácaink szinte kivétel nélkül kiskörösi vagy kiskörösön nevelkedett játékosok, a mi utánpótlásunkból jöttek, és ezt nagyon nehezen viseljük, nagyon nehezen tudjuk lenyelni ezt a békát. Az elkeseredettség ugye érezhetően azért jön elő belőlem, mert 29-31-re elveszítettük ezt a mérkőzést, a félidő még 15-15 volt, és hát szinte egy soruk volt a bajaiaknak a már említett sor, ezekkel a szerb és tunéziai vendégjátékosokkal. Küzdöttünk, harcoltunk, sokáig ott voltunk a döntetlen állás környékén, át kellett volna, hogy forduljon, be kellett volna lőnünk a helyzeteinket, sajnos ismét maradtak ki 7 méteresek, nem egy, nem kettő, és a végjátékban pedig mínusz 6-ról sikerült feljönnünk 2 gólra, sőt támadást is vezethettünk az egyenlítő gólért, és sajnos a legrutinosabb játékosunk, aki a legtöbbet teszi a csapatért, ezen a meccsen is 5 gólt lőtt, Vaspeti volt, aki indította volna Harangozó Gergőt, de kilépett egy védő, és ellopta a labdát 29-30-nál, és ebből ők gólt szereztek, és így nem a döntetlen lett, ami egyébként reális eredmény lett volna, mert mi győzelmet nem érdemeltünk, a bajaiaknak meg így óriási szerencsével egy eladott labdával sikerült végül is stabilizálniuk a győzelmüket. 7 pontra növelhettük volna a bajaiakkal szembeni különbséget, így viszont 3-ra csökkent, 11 pontunk van, 8 a bajaiaknak, de azt kijelenthetjük, hogy kell még pontot szereznünk a hátralévő mérkőzéseinken. Az első két helyezett ellen játszunk még, a jövő héten Pécset, aztán majd jön a Kalocsa, meg jön a Nagyatád, és még Komlóra is el kell mennünk. Tehát ebből a 4 mérkőzésből legalább 2 pontra még szükségünk van ahhoz, hogy az ellenfeleink sorsolását elnézve megtartsuk a különbséget és megtartsuk a 8. helyet. A bánatomat a vasárnap Kecskeméten megrendezett U13-as torna
és az azon lejátszott két mérkőzés azért enyhíteni tudta, hiszen ennek a kis csapatnak én vagyok az edzője, és egy óriási napot, egy szenzációs napot tudunk magunk mögött. Az első mérkőzésen a Lajos Mizsaiek ellen döntetlent játszottunk, úgyhogy ott is kimaradt 4-7 méteres. A második mérkőzésen viszont egy 9 gólos hátrány, 3-14-ről 21-20-ra megfordítva le tudtuk győzni a Bácska csapatát. Nagyon kell, hogy dicsérjem Dörmő Ádámot, Harangozó Andort és természetesen Lukács Petit, a kapusunkat, úgyhogy 21-20-as győzelemmel jöttünk haza a második mérkőzésről, Kecskemétről. Ugye az U13-asok csapatunk idén még veretlen, 4 mérkőzésből 3-at nyertek, 1 döntetlen, úgyhogy őnekik nagyon-nagyon gratulálunk.